Vasárnap családi istentisztelet keretében az első és második világháborúban hősi halált halt csopaki egyháztagokra emlékeztek. Ifjabb Tislér Géza református lelkész köszöntötte az istentiszteletre érkezőket, majd pedig a csopaki református iskola növendékei Lukács Korina verssel, valamint Juszku Márton énekkel emlékeztek meg az áldozatokról. Az idei megemlékezésen Olá Emil ezredes, a HM tábori lelkészi szolgálat protestáns tábori püspökség kiemelt vezető tábori lelkésze hirdetett igét. Szomorú aktualitása az ennek a mai ünnepünknek, hogy amit az én generációm azt gondolta, hogy Európában ilyen többet nem lesz, az ember tanul, persze ez is egy illúzió, az ukrajnai események, a persei pénzünket, illetve a héten még az adományokat, amit kapunk, azt a református szeretett szolgált kárpátaljai segélyakciójára fogjuk eljuttatni. Nekem minden ilyen megemlékezés azt üzeni, hogy amit talán Gandhi mondott, hogy ha valaki háborút kezd, az előtte, mielőtt elindul, ásson két sírt. Az egyiket az ellenségének és magának, vagy azoknak, akit szeret. Mert a háború az valami olyan dolog, ami persze vannak győztesek és vesztesek, de abban valahol mindenki veszít. Örök élményem, elég sokat jártam forgatni, meg járok is az idén, tavaly össze is voltam Horvátországba a délszláv háború kapcsán, ott az egyik református gondnok, Szent László, a név talán ismerős gondnoka, ő a horvát hadseregbe harcolt és védte a faluját, és 30 év távlatából azt mondta nekem a Vukovári temetőben, ahol több ezer hősi halott és civil van eltemetve, hogy igazán mi volt az értelme ennek az egésznek, nem tudom. Ez az egyik üzenet, a másik pedig az, amiről az ige is szólt, hogy amíg tehetjük azoknak a fogalmaknak, hogy engedelmesség, kötelességtudat, azok olyan fogalmak, amik békeidőben is megállnak, és jó lenne, hogyha az ember a egyházba, iskolába, faluba ezeknek az elveknek, amik megszentelődtek a hősi halottak áldozata által, így tudnánk élni. A két világháborúban elhunyt 10-10 csopaki és palóznaki református hősöknek emelt emléktábla elé Olá Emil tábori lelkész, Ambrus Tibor polgármester, valamint dr. Szántód Anita jegyző, Huszár Péterné iskolaigazgató és Madárhé Katalin igazgatóhelyettes, Tislér Géza lelkész és Németh István gondnok úr helyezték el a megemlékezés koszorúit. Az ünnepség a nemzeti imádságunk, valamint a himnusz eléneklésével zárult. Közreműködött a Veszprémi Légierőzenekara, valamint az MH-54. Veszprém légtér ellenőrző ezred komendáns katonái Császár Kálmán őrnagy vezetésével.